Már jócskán benne vagyunk a fűtés szezonban, és még maradunk is. Hogy télen se fázzunk, különböző módokon biztosíthatjuk az otthon melegét. Sajnos számos egyedi fűtési rendszer működtetése jelentős károsanyag kibocsátással jár, de szerencsére vannak olyan környezetbarát megoldások is, amelyek terjedése mindannyiunk érdeke a tisztább levegőért. A hírstúdiónkban már itt van Kovács Zoltán János, tűzoltó főhadnagy, megbízott hatósági osztályvezető, akivel a témáról beszélgetünk. Mai vendégünk Kovács Zoltán János, tűzoltó főhadnagy, megbízott hatósági osztályvezető. Köszöntöm, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, és erről a témáról fogunk beszélgetni. Sok szeretettel köszöntöm én is a Karszak Televízió nézőit. A téma az mindenképpen fontos és időszerű, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy lehetőséget kaptunk, hogy ilyen szinten is egy kicsit a lakosságban tudatosítsuk azt, hogy miért is fontos az, hogy gyakorlatilag mivel fűtsünk és hogyan fűtsünk. A fűtési szezon beköszöntével fokozott igénybevételnek vannak kitéve a tüzelőfűtő berendezéseink, és a tüzelőfűtő berendezéshez szervesen hozzá kapcsolódó égés termékelvezetők, vagy úgynevezett, vagy más néven a kémények. Nagyon fontos az, hogy a gyártók által jóváhagyott tüzelőfűtőanyagot használjuk a meglévő készülékeinkhez. Ez a gázos készülékeknél ugye egyértelmű, ugye a szolgáltató által biztosított gázzal tudjuk üzemeltetni, viszont vannak a vegyes tüzelésű vagy szilárd tüzelésű tüzelőfűtő berendezések, ahol nagyon fontos odafigyelnünk arra, hogy mivel is fűtsünk. Általában ugye ezek a fűtőberendezések fával, szénnel, manapság már divatos pellettel, brikettel vagy fűtőolajjal használhatóak. Nem mindegy, hogy milyen anyagokat használunk. Több okból is fontos ez. Az egyik és legfontosabb az, hogy ha olyan tüzelőfűtő anyagot használunk, ami elő van írva, gyakorlatilag nem csak megkíméljük a tüzelőfűtő berendezésünket és az égés termékelvezetőnket, hanem ha olyan anyagot használunk, azért az a környezetre is sokkal enyhébb károsító hatással van, mint ha mindenféle olyan anyagot használunk, ami fogalmazunk így, hogy nem odavaló a fűtőberendezésben. Mindenképpen azt tudom ajánlani, hogy ha fával tüzelünk, próbáljunk meg minél szárazabb fát használni, illetve elégetni. Miért is fontos ez? Tulajdonképpen azért, mert a nedves nyírkos fa, amellett, hogy nehezen ég, inkább füstöl, a fokozott füsttermelés hatására gyakorlatilag olyan káros anyagok kerülnek az égés termék elvezetőbe is, és magába a tüzelőfűtő berendezésbe is, amely maga után mondja azt, hogy a készülékünk is, a kéményünk is kátránnyal, szurokkal és egyéb koromlerakódással jár, ami aztán a következő problémákat vonja maga után. Az egyik az, hogy a fokozott hőtermelés kapcsán ugye beindít egy olyan folyamatot, ahol magában a készülékben vagy a kéményben ezek a lerakódott anyagok elkezdenek izzadni, ne adj Isten égni. Ebből szoktak tulajdonképpen a lakástüzek és a tetőszerkezetek tüzei keletkezni, hogyha nem olyan állapotú a kéményünk. Illetve van még egy nagyon-nagyon fontos probléma, amivel nap mint nap találkozunk, ez pedig a szénmonoxidnak a visszaáramlása, ami szintén abból adódik, hogy a lerakódott káros anyagok leszűkítik olyan mértékben az égés termék elvezetőnket, hogy a szénmonoxidnak nem marad más útja, csak az, hogy a lakótérbe távozon, és sajnos a híradásokból is lehet tapasztalni, hogy nap mint nap ez olyan családi tragédiákhoz vezethet, amit próbálnánk mindenkit óvainteni ettől, hogy ez megtörténjen. Beszéltünk arról, hogy az égés termékelvezetők, ugye kéményünknek nagyon fontos a karbantartása. A lakosok hogyan tudják megtenni, kiket lehet hívni, hol tudnak érdeklődni, mi ennek a menete? Nagyon fontos azt tudnunk, hogy ugye ebben nagy változás van. 2016. júliusától a lakosság részére történő kéményseprést a katasztrófavédelem átvette, erre külön szervezetünk van, aki ezt végzi. A fontos változás viszont az,
hogy eddig ugye ez a lakosság részére ez pénzbe került. 2016. júliusától ez teljesen ingyenes, viszont nem automatikusan, mint a régi rendszerbe fog kimenni a kéményseprő, és fog minket felkeresni, hogy jött elvégezni a sormunkát, hanem ezt külön meg kell rendelni. Ettől sem kell megijedni, van egy ingyenesen hívható központi szám, ez a 1818-as telefonszám, ahol tulajdonképpen egy egyeztetést kell lefolytatni arról kapcsolatosan, hogy milyen kéményeink vannak, tehát mely ingatlanban szeretnénk elvégeztetni ezt az ingyenes munkát, ha fogalmazhatok így. Ezt követően tudomásul fogják venni, és majd egy visszahívás keretében fognak egy pontos időpontot egyeztetni arra vonatkozóan, hogy a lakosság részére is megfelelő legyen az időpont, tehát otthon tartózkodjanak, és lehetőség szerint alkalmazkodni fognak, és abban az megjelölt időpontban fog a kéményseprő kimenni. A közületekkel mi a helyzet? Még is ingyenes ez a feladat? Nem, ebben viszont mégiscsak változás van. A közületek részére, jogi személyiségek részére ez a szolgáltatás sajnos fizetős, viszont ezt a szolgáltatást nem is a katasztrófavédelem végzi. Több olyan szolgáltató van, akivel a katasztrófavédelem szerződéseket kötött. Ezeknek a szolgáltatóknak az elérhetőségeit és gyakorlatilag a nevüket meg lehet találni a katasztrófavédelemnek a honlapján, és gyakorlatilag az ott fellelhető telefonszámon kell velük egyeztetni, és ezt a szolgáltatást megrendelni, ami hasonlóképpen működik, tehát időpont egyeztetés után, viszont ennek a hátulütője az, hogy ez sajnos fizetős. Én köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, a tájékoztatást, és hogy stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen a lehetőséget.